Sziasztok, én Fortissimo vagyok, és ez a Grid Autósportból lesz egy gameplay. Welcome back, Ghost. Na, folytassuk, én folytatom. Ti most látjátok először, mert ugye én már elkezdtem egyet. Na. Szerintem. Már csak harmadikok vagyunk Hockenheimbe. Thank you.
És meg lett az első hely a végére. 1-27, 0-99-es idővel. Na, akkor gyerünk át a Race 1-re. A Razer Motorsport színeiben az első helyről rajta. Kiugrott a rajtna. Az AX szokás módon nem fékeznek. Elég élesen vennék a kanyart. Itt vagyunk mellette. És belsőjében megvan az, az első helyezett. Visszaszerezzük az első pozíciónkat. Rajtoltunk. Ops! Igen, mint szokásos mód, minden Codemasters játék single player-ében van visszatekerés funkció. Az asszisztokról annyit, hogy csak is kizárólag a traction control van. Hopp, egy kicsit kicsúsztunk. De nem veszettünk vele időt. Külföldi emberek azt mondták, hogy jobb az irányítása, mint a Grid 2-nek, ezt én is alátámasztom. Nem driftel ki annyira a hátulja, éles fékezésnél sem, mint a Grid 2-ben. Büntetésrendszer, mint mindig jobb, mint az F1-nél, a 13-asnál. A visszapörgetés funkciót használjuk. Kicsit túl sok gázt adtunk kigyorsításnál. Figyelni kell a kigyorsításokra is, mert hát ha túl sok gáz adunk, akkor kicsúszik az autó. És láthatjátok, a szamár vezető, az csak kanyaroknál van bekapcsolva, a Forma 1-nél is így használom. Az AI nehézség az médium. Mert hát...
És megnyertük az első versenyt Hockenheimben. 4 perc 23 lett. Itt látható az összetett. És 13 ponttal vagyunk a Team Standingben lemaradva a Ravenstead Motorsporttól. Nem tudom miért. Hát igen, mert a csapattársam hát valószínűleg nem a legjobb. És én hozom a pontokat, ő meg nem. Ugyanúgy lerajtol. Ez visszapörgetés lesz. De ha neki mész az ajnak, ez történik. Ő nem járt olyan szerencsébe az a kanyarra. Tökéletesen irányított az autó. Igaz, én kormánnya vezetek. Logitech Darwin vagy GT-vel. De ahogy láttam, a külföldi videósok nagy része kontrollerrel tolja, azzal is jól vezethető, aki hozzá van szokva. Egy valamit hiányolok a játékból, amit beraktak az F1 2013-ba, a visszapillantó tükröt. Mert hát fekete, semmit nem mondó, nem látni benne semmit. De összesen a grafika az jó. Az irányítás az sokkal jobb, mint az F1 2013-ba. Büntetés rendszer is jó, mert ugye észlelje azt, ha kicsúszol, nem büntet halálra, mint az F1-ben. Mert például én úgy jártam Monakóba, hogy első szárny nélkül végigcsúszom a kaszinó után a sikánon, és kizárt a játék. Itt nagy részt kijavították a büntetésrendszeri hibákat, ahogy látom, nem büntet halálra a játék. Az AIK kis nagy részt normálisan versenyeznek veled, mint egy, nem úgy, hogy ha gyors körön van, akkor direkt eléd áll. Ezt a játékot most a Codemasters nem szúrta el. Védekezésük is lehet agresszív. Csapattársadat meg
például te állítod be, hogy agresszíven támadjon, vagy ne. Szóval még a csapattársat is tudod vezérelni. És megnyertük ezt a versenyt Hockenheimben. És ezzel szerintem végeztem is a második szezonnal. Így van. Great season. Your team will be happy. You did everything they asked, and that's a clear message to the other teams that you mean business. Igen, azon az eventen nem nagyon vettem részt. You're being offered a spot in a new street championship this season. You've got an offer to compete in a higher tier of open wheel racing. It's a big step up in speed, and with it, a tougher Liquimoly Racing team are recruiting for their team. After your performance last season, it looks like they have you. Na nézzük. International Season GP Series. Formula B. Mennyire hasonlít a Forma 1-re? Autosport Raceway. Hoppa, hoppa! Ops, ezt elrontottuk. Bár az autódat teszed tönkre. Hát igen, kicsit rángat az autó, mert ugye a felfüggesztési problém.
race. Az a baj, hogy nem ismerem még a pályát. Na itt van, például most kaptam egy büntit, mert levágtam a kanyart. Mondtam, összességében jó játék lett. Hát, amit el tudtam mondani a játékról, az, hogy jó az irányítás, jó a grafika, jó a büntetésrendszer. Most a Cold Vast ezt csinált egy jó játékot. Na, ez lett volna az én gameplayem a Codemasters új játékából, a Grid Autosportból. Remélem tetszeni fog, és előreláthatólag várható lesz majd végigjátszás belőle. Sziasztok! Én Fortissimo voltam.